Fazekas Mihály, Lúgas Matyi. Eredeti rege, 4 levonás. Hajdan egy faluban, a Nyírennél vagy az Erdőáton, vagy hol esett jószerrel nem jut eszembe, már csak elég az, hogy volt Hajdan egy öregasszony. Özvegy volt, s egy rossz fia volt. Ez munkafejében nyáron a legyet a szárán csapkodt a napestig, télen a tüzelő mellett, a piszkafa végén hátsorgott el egész napokat. Jó anyja eléggé zsémbelt rá, de akár a száraz falra marokkal borsót intett volna, szitok mocsok és a hurítás annyit tett Matyinak. Matyi volt neve a siedernek. Így tunya életet élt ő jó ideig. Hanem egyszer, hótra elunta magát. Hosszúnak kezdte találni a napokat, s nem elég tágasnak az anyja telekét. Addig nyújtózott hát, hogy valahára szokatlan bajra vetette fejét, s kigyaloglott a falu végén lévő dombig, hol szoktak volt mindenik innen déjestén az időtöltők karikába hasalni. Mint sziszeg a folklód idegerre, Matyinkat is akként gúnyolták ki az ő velenőtt egyforma korású virgoncok. De csak ott volt már ő, s nem sok időre összvegyalulódott velek. Innen látta a mi fiunk, nézvén szanaszéjjel, az ég karimáján dalmahodó hegyeket, másrésztről, mint ugyanannyi nyársakat, a távol helységek tornyait. Itten vette ki a szóból, hogy szomszéd vármegye is van, s hogy a híres döbrögi vásár egy hét múlva esik. Felpercene benne az ország látására való kívánság, s már az eszében kezd sok gondolatok forrása mozogni, pezsegni, nincsen nyugt a fejét töri, míg végtér előtte rés nyílik, melyen szándéka folyásnak ered. Állj már le, fazekas, ne told itt a rizsát! Ez sok hülye vakerit dolmácsért kiállt. A dolmács nem dolmács, de a gázt épp úgy húzza, mert gáz már a dumád, ezt mindenki tud. A sztori, az csípázom, de a szöveg az rémes. Szép az a Kairó, csak több ezer éves. Ezért nem értünk semmit, de ez jók lesz arra, hogy lefordítsuk mindezt magyarul magyarra! He? Mi? Szóval volt ez a gyíkarc, vagy jó 200 éve, aki kicsúszott egy szép napon a falu szélére, mert falun éltek akkor még főleg az emberek, s ott emberkedett ez a hurka kisgyerek. Szóval kint héderelt a napon egy napon, és tátott a száját azon az alapon, hogy szegény anyjától mindent megkapott, amikor valami véletlen az eszébe jutott. Anyjának, 20 szép anyányi libáivalának, egy vén gúnárral, s pár öregecske tojóval. Jókor küldtek azok, maga bajmolt vélek az özvegy, hogyha úgymond szerencsésen fel tudna nevelni, majd egy kis télére valót árulna belőlük. Eludakra felé fogait Matyi, s kéri az anyját, bízná rá azokat, a vására kimenne velek, jó móddal eladná, s így kapadozva talán még kupec is kerekedne belőle, mely úton sok rác úr lett abban az időben. Kóra, én éltem vagy a vásárra, pokorra! Mit keresél egész nyáron? Jobb, hogy a dologhoz látsz itt, hm? Az anyó így mocskolta le Mátyást, ő pedig a vásárra menés föltette magába, már pedig amit ő föltett furfangos eszébe, azt onnan sem tűz, sem víz nem ütötte ki többé. Addig kunyorolt, hogy csak rávette az anyját. Á, no hiszen legyen úgy. Úgy mond. Rendíts már valamit, mert hely, nagy bűn a henyélés. Amit elmondtál eddig, a lényeg csak annyi, hogy volt ez az egysejtű, aki elment kavarni. Az anyja libáit a vásárba vitte, pénzhez jut belőle, szegény azt hitte, mert a melótól fázott zséje meg semmi, egész nyáron a térre járt gengelni. De a spandok már megmondták, hogy lejmolja őket, ő meg azt mondta, hogy csak nézi a nőket. Hát lenyúlta a mutert és kiment a piacra, s a 20 legszebb madarat kitolta a placra. Döbrögben valahát ekkor vásár, a hatalmas Döbrögi úr örökös jószágában, ki magáról azt tartotta, hogy ott neki a felség se parancsol. Amit akar, avott törvény, s tetszése igazság. A portékának maga szokta kiszabni az árát, s ha valamely darabért többet mert kérni az áros, elkonfiskáltatta, meg is büntette keményen.
Hogyha pedig netán más olcsón vett meg akármit, s néki megtetszett, csak azért kivetette belőle, hogy fenntartódjon fegyverrel nyert ősius. Szomszéd városban nagy arc volt a gazda, minden úgy ment arra, ahogyan akarta. Nagyon sokat képzelt Döbröki magáról, azt hitte a napsit a feneke lyukából. Nem volt gondja nőre, se pénzügyi keretre, amit tetszett neki, ha kellett, levette. Király volt a terkén, sőt igazít császár, nem szekedte kedvét, se villany, se gázár. Minden az övé volt, ami nem, hát az is. Hamis volt az igaz, és igaz volt a hamis. Amíg Döbrögi úr ekkor sétál alá fel, a mi matyink s a szép 20 líba tűne szemébe, annyival inkább, mert minden süvegelte személyét, csak Matyinak volt fent egyedül a főre valója. Kérdi az úr. Ki ez a lúdok gazdája? Magamra! Így szólott nagy nyers nyakasom Matyi. Helynyeg az ember! Nem tudod ki az úr? Hon vagyon süvege? Mi ez a lúdok ár? Vényomvál süvegét, s megrázintán kacagányát. Három máriás, úgymond, párja az ilyen a molyja. Kérdi az úr. Irodott fele ára. Ő biz az apja lelkének sem alá párját, egy kurta forintnál. Döbrögi vág egyet sinkójával, nosza három fog megtoppan elő, majd itt a kastélyba cibálják, rúgjait elhajtják, s a kapu közt hevenyében 50 vágnak rá, melyet süvegelve faránál egy ispán híven számlált, Döbrögi bőrös karszékből szemlél. Mivel akkoriban nem volt tévés ennek, s könyvtárba se járt el az a Matyi gyerek. A szerencse csomag nem vágta a témát, hogy a földes ura nem tűrik a tréfát, nem látott még soha még képről se Gézsát, nem olvasott Jókait se Gárdonyi Gézát. Sötét volt a csávó, s ezt az is bizonyítja, egy Döbrögi kellett, hogy felhomályosítsa. És mivel beszólt a helyi nagyúrnak, elkapták a fiúk, akik arra gyúrnak, hogy az ilyen sutyó, bugris hangemberek legközelebb sokkal halkabbak legyen. Matyi így szólt, hogy felereszték. Én uram, a fizetést köszönöm. Ha az Isten előtt áll, és életben megtart, majd megszolgálom. Azért csak rúgja fel a kapu félpályára, hogy el ne felejtse. Háromszor veri ezt kenden Lúdos Matyi vissza. Az időn át pácával nevelték az embert, s akit egyszer elkaptak, az többé szólni sem mert. De a mi Matyinknak eldurrant az agya, és 50 botütéstől sem indult el haza. Patkánykodni kezdett megint a főnökkel, megfenyegette pácával, ököllel, hogy háromszor veri ezt ő rajta vissza, s miközben röhögött rajta 100 statiszta, a földes út droidjai lelapták a srácot, s kidobták, hogy orrával túrta fel az árkot.